Gond van. Nagy gond van a világban. Mert a szeretet, mint olyan, száműzve van. Nem mellékes tény. Az ember fáradt és csüggett, ha nincs benne szeretet, ha nincs fény a szívében. Akarat. Akarat kell, ami megvált és erőt ad. És hit. A hit, amely mindent felépít. Szeretet. Csak morzsákat osztogatunk belőle. Morzsákat dobálunk egymásnak. Mert úgy gondoljuk, elég. Elég ennyi. Szeretetet, mint alamizsnát megkapod. Így kezeljük. Azt tanultuk, jutalom. Csak annak jár, aki sírva, toporzékolva könyörög érte. Pedig a szeretet mindenkié. Mindenki egyformán gazdája az ősi, egyetemes érzésnek. Nem vehető el. Nem fosztható meg tőle senki. Adott vagyon. Minden bizonnyal már értjük, mi a különbség az őszinte és a kifacsart szeretet között. Melyik az, amit csak úgy undorral elénk tesznek, és melyik, amit tiszta szívvel adnak. Van-e még tiszta szív? Van-e még nyitott lélek és tudat, amely mindent megenged? És nem csupán a gőg vagy mások bírálata vet korlátokat, hátráltat, hogy adjunk, ne csak morzsákat. Adjunk belőle egészet, mint a tortából egy-egy szeletet, amely megtérül, aminek van érdeme, mert mindenki jól lakott belőle, egyformán. Minden ember arra az egy szeletre vágyik, arra az édes, utánozhatatlan ízre, melyet töretlenül keresünk. Az íz, amely újabb erővel lát el, amely segíti a hit születését. Táplál, és talán előre mozdítja a világ létezését, hogy ne halljunk éhen a szeretetészségben. Legyen elég sütemény, legyen elég asztal is, hogy mindenki elférjem, mindenkinek legyen helye. És aki még nem érkezett meg fárasztó útjáról, neki, igen, neki is jusson belőle. Mert várjuk. Megvárjuk. Hiszen fontos. Nagyon fontos. A másik létezése.